Itten a nemzeti emlékhelyen, a Fóreó előtt. Ugye itt találkozom a Novák Szenikó, és elsődleges célra mai nap ugye megkezdünk egy olyan munkát, hogy a Szenikó államvédelmi munkáit megkezdhessük. Ehhez szükséges felmérni az épületnek különböző részeit, például a falnak a visszigetelését, illetve a tető szerkezetét, a tetőfokot vizsgálni elsősorban. Itt mellettünk már egy darab autó készült is, hogy a szakember ugye felmenesse megnézni, vagy milyen állapotban van maga a tető szerkezet. Ugye nagyon fontos, hogy restaurálnunk kell majd a Szenikót, de addig ugye nem kezdhetjük meg ezt a restaurálást, az örökségvédelem felé megfelelő dokumentációt nem készítjük el, illetve nem készítünk egy tervet későbbiekre, hogy ugye ne nedvesedjen tovább a fal, mert akkor ugye nem sok értelme van restaurálni, akkor előre kezdhetjük. De a helyzet egyébként jelenleg a Szenikóval milyen állapotban van? Maga a Szenikó jelenleg látogatható és megtekinthető állapotban van, de néhány helyen, hogyha közelről megnézzük, akkor már bizony látszik, hogy ez a salétromos, nedves csapódás már elkezdte bontani néhány helyen, tehát kisebb foltok már felfedezhetők rajta, ezért is kell minél hamarabb beavatkozni. Kívülről a barul kettő szerkezetet is kell látni, és kell tehát mit nézni? Igen, de azt nézik elsősorban, hogy maga a tetőszerkezet beázik-e valahol, a cserepek el vannak-e mozdulva, kell-e valamit pótolni esetleg, és majd a későbbiek során belülről is megvizsgálják, vagy pedig a gerenda szerkezetet, hogy milyen állapotban van. A 38-as emlékévre készített tulajdonképpen ez az épület, maga a Banovák készítette ezt a híres Szenikóját, amit már azóta többször átfestettek sajnos volt, hogy fehérre is lemeszelték. Egyébként Lángi József fogja restaurálni, aki már korábban is dolgozott ezzel a Szenikóval, többek amikor helyre kellett állítani. És ugye a legfontosabb lenne is itt található, a Szent István szarkofág.